itt a YouTube nézőknek, hogy sziasztok! Hello! Folytatása a Sekirónak következik most. Csibiri! Hogy nem vagy szemcsibe? Most gondolkoztam egy frappáns válaszon, de nem lehet mindig frappáns választ adni, érted? Azért, mert most nincs kedvem fővenni. A sapka egyenlő, nincs felállítva a haj. Ha csak a haj. Ha csak a haj, nincs felállítva. A másikat nem kell felállítani, az magától is feláll, érted? Ilyen ez. Ilyen dolgok pörögnek itt, jó napot kívánok. Igen. Mi te kérdezted, Letti? Csináld azt, ami jól esik. Nekem ez a jelmondatom, érted? Hogyha az esik jól, hogy ne vegyél fel szemüveget, akkor ne vegyél fel, bazd meg. Ha az esik jól, hogy vegyél fel egy sapkát a fejedre, akkor vegyél fel. Ha az esik jól, hogy messzelenül menjél ki utcára pörgetni a helikoptert, akkor menjél ki utcára pörgetni a helikoptert. És ne érdekeljen az, hogy mit fognak szólni emberek. Ilyen dolog ez. Elnézést kívánok, Letti, nem láttam. Tudod, hogy néha krónikus megvakulásom van. Ja, tényleg ott van. Amúgy kérdés, Szemcsi, neked mihez kell már, mint érted, csak mert mikor sapiba vagy, nincs rajtad. Ez egy kékfényszűrő szemüveg, hogy mivel nagyon sokat ülök a monitor előtt, és amikor nincs stream, akkor is rajtam van. És védem attól a szemeim, hogy estére úgy nézek ki, mint aki drogot szívott volna, érted? Meg 8 liter viszkit benyomott volna arcába, és közben heroinnal szúrta volna magát. És azért szoktam hordani a szöveget, hogy ez ne történjen meg. Amúgy jól vagyok, a gyerek kibaszott, nyűgös, jön a fog. Aha, jön a fox, a foxok. Azt hittem olvasás, hogy vagy hasonló, akkor nincs baj a szemeddel. Az... Nem, nem, szememmel mindent látok, érted? Minden egyes szőrszálat meg tudok számolni. Jó napot kívánok! Úgyhogy ezzel nincsen semmi baj. Na, merre megyünk most? Mit akartam csinálni? Ja, erre megyünk, igen. Jó napot kívánok! Hogy kellett ez a videójátékkal játszani? Megszúrtáljuk itt a fiatal embereket. Skillpontokat szerezünk, mielőtt itt nagy harcokba belevetnénk magukat, meg ilyenek. Úgyhogy itten ugye van ez a harangos teri. Harangos teri meg a kutyái, jó napot kívánok! Ezek itt szépen, itt most megkerüljük itt nagyon szépen. De ezeket először kivégezzük, így néz, szevasz harangozó fiam. Na. Belenézek a bugyitba. Úgyhogy ide fogunk most leközlekedni ide a pöncébe. A pöncébe körbenézünk, hogy milyen helyzet itt van. Te normális vagy? Hát te normális vagy? Na gyere kutyim, úgyhogy gyere. Gyere. Most mondom, gyere. Hopp. Ja. Elnézés, a másik gomba izé, Feri. Ott is van. Lássátok, hogyha tudom, hogy melyik gomba Peri? Abban a pillanatban meghal valaki. Na, pihenünk. Pihenünk teljes mértékben, megpihenünk itt most a dolgokra. Amúgy ide is utazhattunk volna, de hát az csicskaság, inkább ide gyaloglottam. Úgyhogy ezért nincs rajtam Szemcsi, Alekszovics testvérsz, meg Letti asszonság. Úgyhogy ilyen dolgok vannak itt ilyenkor. Mert most, ugye ne, fölvenném most is a Szemcsit, csak ilyenkor annyira nem nastílsz. Sapiba. De úgy itt van. Van egy. Van még egy. Elnézést, jó napot kívánok! Mik ezek a szippantások? Nem láttad, hogy éppen beszélgetek? Te egy disznó. Bazd meg, nézd meg, kiszippantotta a életemet. Jó, ezért most visszamegyünk és... visszatöltsük. Szóval akkor minden rendben, Nicolettus, akkor az nagyon szexi Mexike. Bam bam birem bam bim barem. Na, majd jön a fog. Aztán elkezdődnek a nagy harapások, érted? Az nagyon nagy stílsz. Amúgy teljes erővel belét harap a gyermek. Lesznek ordítások, még ilyenek. Kubura.
Addig jó, amíg a kubura függ rá. Mi az a kubu amúgy? Az egy ilyen ital? Elnézést! Ha tudnám, hogy mitől akad ez a játék, akkor milliómos lennék. Amúgy nem. Néha. Jó napot kívánok, fiatal ember! Aha, zöldséges, gyümölcsös. Az nagyon rossz. Ne! Azt a leborult szivar végét neked, hogy te szippantós, mocskos... fos. Azon van ilyen mackó? Az a mackós. De hát nézd meg, mit csinál. Jó, össze kell szednem ebbe a videójátékba magam, mert most még eléggé alszok. Jó napot kívánok! Agresszivitást elő kell hoznom itt. Itt nincs kegyelem, érted? Nincs kérdezés, hogy izé minden faszal meg ilyenek. Szét kell baszni mindenkit. Nincs kérdés. Te csicskagyász. Jó, elindulunk. Itt mi van itt? Jó napot! Úristen, egy skill pont. Úristen, egy skill pont. Úristensz. Aha. Tikpien, neked mi a bajod? Fágyomrod, mi? Sok volt a pia tegnap? Vagy húgyoznod kell? Dik úgy áll a lába, mint hogy húgyoznia kéne, nézd meg. Nem csodálkoznék, hogyha most ott elkezdene csurogni valami. Ugye itt kaptunk valami feladatot ettől a doktor bácsitól, aki itt álligál. Már nem emlékszek rá, hogy mit mondott. Hogy őszinte legyek. Hello. Jaj, drága Shinobi, igen. Ja, már meg se adtam a feladatot. Az elhagyatott kazamata orvosi részegében tartózik. Próbálkozásaink folytatódnak. Zsírvias csomó. Ezek a zsírvias csomók ritka esetben a testen belül alakulnak ki, közepes vagy felsőbb rangú okkult művégtag eszköz fejlesztésekhez használják. A fertőzések... az nagyon jó, köszönöm szépen. Nem is tudtam, hogy megcsináltam a feladatodik. Nagyon jó. Itt mi van lent itt? Nagyon rossz dolgok várnak ott rám. Reams. Dim dim dirim dim dim. Elnézést, baj vagyok. Szerzünk egy 2-3-4-5 skill pontot, aztán elmegyünk Lady Szopó Fantomot megbasszuk, oké? Okay? Veszünk itt ilyen gyönyörű dolgokat, meg ilyenek. De ne! Még jó lenne előtte meg ölni még egy boss-t. Hogy itt nagyon erősek legyünk. Szeretek erős lenni és úgy neki menni a bossoknak. Úgyis nem tudom, hogy a következő boss a játékban az a tetős boss lesz. Aki a tetőm, diha nézd meg ezt tette. Mekkora egy szar alak ez a fiatal ember. Jó van, szíjjál le. Nem emlékszem ki a második boss. Az a tetőm van. Az nagyon köcsök boss. Hogy vérzik már? Vérezik a test. Azt hiszem, a tetős irányába indultam és nem jutottam. Jó, hogy te már nem jutottál odáig. Aha. Jó, ezeket még nem lehet hátulról megkínálni egy kicsit szexe. Ezek... Ja, de ezek a újra föléredős fiatal emberek, nem? Zoli lehet egy hülye kér... Hogy a faszomban lenni, Palettus? Eléggé hülye vagyok a kérdéseken nyugodtan. Addig itt van egy bonfire. Jó napot kívánok, bonfires. Te mikor végeztél cukrászként, vagy 15 éve? Most ilyenkor elgondolkozok amúgy, hogy ilyen kérdések honnan merülnek föl benned? Honnan jönnek ki ezek a gondolatok a fejedből, érted? És hogy ezeket fölragd nekem. Most számoljam ki.
Hát figyelj, most leszek 33. Hogy a faszomot a szádhoz vágó? Ó, nem ezt akartam mondani, bocsi. 18 évesen végeztem ott. Szóval számítsátok ki, mikor volt ez? 12? 15? Te ezt már kiszámítottad előre. Ja. Igen? Annyi. Nagyon szopatós az elméleti része, mert gondolkodom egy tanfolyamra. Hát én nem tudom, hogy egy külön tanfolyamot... de rendesen papírt akarsz belőle, meg minden. Hát jó, ott rengeteg minden szar van. Ugye egészség? Mi az? Fú, nem jut eszembe. Így a ételekkel kapcsolatos higiéna, meg minden faszom, tételek, meg minden tököm. Még a tojásnak összetételét is tudod, hogy érted? Úgyhogy ott minden szar van. Így van. Ezt nagyon jól összeraktad a kertsz, a testvérsz. De csak a papíron. Amúgy Streamer vagyok. Igen. Egy oficiális videójátékozó fiatalember vagyok én. Penge vagy, keményen. Keményen. Fognak azok a kerekszek. Dímdám, dírámdám. Hát szerintem pontosan annyi éves üdöttem utoljára, amennyi éve végeztem én ezt a szakmát amúgy. Úgyhogy szerintem ilyen 15-14 éve is üdöttem valamit utoljára. Persze tojáson kívül. Figyelj, ha tanulni kell a életben már ilyen korba, az már mindig szar lehet. Én olyan szinten utáltam tanulni, mindig mondták, hogy nem vagyok hülye ilyen izéhez, a tanuláshoz. De nagyon utáltam. És most is utálnék. Úgyhogy minden olyan szart, amit nekem meg kell tanulnom, az egy szar. Úgyhogy nekem ha cukrász, ha szakács, ha mérnök, ha akármi, én nem akarok tanulni már életemben. Maximum csak tapasztalni akarok. Elég volt az a iskolai év, amikor minden hülyeségét megtanítottak veled. Aminek semmi köze a élethez, meg ahhoz, hogy te most, mit tudom én, érted? Ki a faszt érdekel, hogy a írókról tudjam, hogy mikor basztak utoljára, meg ilyenek? Na, nézd meg, már megint csináljuk. Csibirip, zapszálma, kardot nyomok a valagadba. Az mi az ott? Itt nyugszanak az asinak lán hűbéresei, kiket a nagy lázadás után végeztek ki. Hadd nyugodjanak békében, lelkeix. Iszunk egy kis szakét. Szakei. Már tudom, hol vagyok. Ez az a hely, ahol nem kell lennem. Ezt jól megmondtam, mi? Oké, viszlát! Az honnan gyűjt elő? Én mindig elfejtem, ezeket kétszer kell megölni, ezeket a csöves kukoricákat. Ezek ilyen duplán halók. Hello? Hello? Igen. Szóval akkor most elmegyünk ott a hajózási pont felé. Csinálunk egy... De amúgy itt be lehet menni itt a fiatal ember mögött, nem? De én totál úgy emlékszek, hogy itt, mint hogyha ez kinyitható lenne. Ott vannak bent a nagy kincsek, meg ilyenek. Ezt meg kéne ölni, ezt a faszost amúgy. Ott van bent a mestere. Jó, ott csinálunk egy... bonfire-ezés most. Akersz a fiatalabb, akersz a már öreg ember, érted?
Én is 18 vagyok, csak stresszes a életem. Azért nézek ki így. Életerő 12, támadóerő 2. Az nagyon kevés. Na vártok, hogyan vagyunk itt a izékkel? Azt mondja, hogy képességpont. Igen. Ezt kell megvennünk nekünk, ezt a Ichimonjit. És olyat koppintok majd Lady Szopófantom fejre, hogy összeszarja magát amúgy. Úgyhogy offstream ezeket, ezt fogom csinálni, hogy fogom szedni a pontokat és mindent megveszek. Mindent. Itt ilyen nagy táncoló légi harcművészetek kellenek, mert minden, érted? Itt minden kell nekem. Mindent megtanulunk. Jó, 2 pont kell ahhoz, hogy Ichimonjikot szerezzünk. Van egy kolléganőm, aki 42 éves, de olyan, mint a 18 éves tény lenne a viselkedésében, meg gondolkodásában. Hát vannak ilyen visszamaradott emberek, na. Van ez így. És mit tudsz csinálni? Dim-dim-digrim-dim-dim-dim-dim-dim. Visszamaradási pontok. Hello! Énekeljek valamit nektek? Akkor cukorka. Cukra, mukra, pukra. Csibirip, jó napot kívánok! Haja! Haja busa! Hő! A kurva anya! Na, fejezzük be! Ezt a keresztbe vágásokat! Kik a nagy dövöldözős fiatalember, ne tőzs be azt a pittoyt! Na meg a hogyan tudnék élni nélküled? Én aranyesőt szerettem volna. Énekelni, hogy itt aranyeső hújjon. Mi ez kívánság műsor, Nikolett? Milyen geci vagyok, ugye? Amúgy szeretek geci lenni, mondtam már. Nem biztos észrevettétek. Persze én nem érzem magam annak, de emberek azt érzik, hogy az vagyok. Ezt nem is értem. Ott mi van arra? Lyuk? Szeretem a lyukakat. Tarari-rari-ra-ra-ra-ra. Di-ra-ri-ra-ri-ra. Elég lesz így, hogy csak di-ra-ri-ra-ri-ra-ra-ra-ra. Di-ra-ri-ra-ri-ra-ra-ra-ra. Di-ra-ri-ra-ri-ra. Hopp! Jaliska nyuliska! Na jó, azt a pisztolyos öljük meg, mert nagyon szemtelen. Anyád! 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 Befejezed? Szeretnéd, hogy befejezed? A kurva! Nézd meg, milyen szemtelen volt ez a fiatal ember. Nem bírt a vérivel. A nyelved de bántásra használt. Úristen, ezt majd alkalmazni fogom én is, ezt a mondást. Ez nagyon jó mondás. Ott mi van lendik? Poncok. Az elfutott. Elfutott a ponty két lábon. Két lábon futó ponty. Jó, itt most mi van itt? Most hova érkeztünk? Ez egy lift. Tudom, hova megyünk. Tudom, hova megyünk most. Azt hiszem legalábbis. Igen, oda megyünk a kertszal. Ez most oda vezető út. Azaz. Azaz, 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 azaz. Legalábbis szerintem arra emlékszek én is most. Lehet, hogy kéne nézni egy guide-ot, vagy valamit, hogy hogyan vannak a bosszok a játékban, hogy mi a sorrend. Úgymond erőségi sorrendben, és ez nagyon jó lenne. De amúgy könnyen kiderül, mert ha oda mész és egy ütésre megbasznak, akkor azt jelenti... Igen? Szopoda... Jö, mit mondtál? Valaki szólt hozzám. Valaki azt mondta, hogy szopoda. Bonfires? Aj, tegnap hajnali 3-ig pálbördöztem.
És megint eljutottam odáig, hogy megint mehetek mészároskodni. Érted? A faszom ki van abban a játékban. Szeretném ezt így elmondani. Hogy az utolsó 10 szint, ez már olyan szopás, hogy már fasz ki van bele. Már alig várom, hogy vége legyen. Már 100 órán van a játékban lassan, és már tiszta időhúzás a vége, érted? Már rég vége lehetne. Olyan fasságokat kell csinálnom, hogy el kell fognom az összes izét, Pokémont benne. Mert már máshol nem tudok XP-t szerezni. De már kétszer megtelt az a hülye boxom, a összes, ami lehet. Tehát, és szedhetem ki egyenként a Pokémonokat onnan, és egyenként engedhetem ki, és vághatom le őket, mint a disznót. Hát ennek nagyon sok értelme van, hogy aztán majd újból elkapjak megint új Pokémonokat, hogy legyen XP-m. És aztán megint megteljen, és megint levágjam. Úgyhogy ez faszom ki van már azzal a játékkal. Úristen, a Senpu templom lakói letértek a Buddha... Igen? Felhagytak hitükkel, mert elcsábította őket a halhatatlanság kutatása. Ha elfognának téged, nem tudni, hogy mi válik majd belőled. Jobban tennéd, ha visszamennél oda, ahonnan jöttél, jó? Van engem telek üdögesre és hova? Igen, azzal nincs baj, hogy megyek és befogok mindenből tizet, 10 darabot, érted? Avval egyáltalán nincsen baj. Ott azzal van baj, hogy megtelik a box, és már nem tudod befogni, hogyha befogod, akkor azt, akit befogtál, az ott marad a térképen. Így lehullik, és akkor ilyen csík jelzi, hogy ott hagytál valamit, mint amikor elveszted a lootodat. És az örökké ott marad a térképen, érted? És még csak 43-os szintű vagyok, és még 7 szintet hogyan fogok kiszopkodni magamból, azt nem, én nem tudom. A folytatás mellett döntöttem, igen. Konkrétan már minden Pokémon fajtám el van fogva a játékba. A utolsó 5-6-7 boss hiányzik. Ilyen. A legkisebb boss szintem, amihez be kéne menni, az 48-as. Akik ma olyan erősek, bazd meg, 200 000 életük van, még ilyenek. Hülye vagy. Senpu templom, mit mondott? Hongkong? Kongo. Pongo. Szia, jó napot kívánok. Ja, ennek kell segíteni, és akkor haverunk lesz az a fiatal ember. Csóri gyerek. Itt hagytak engem, azt mondja. Itanja? Miért sírsz? Valami virágot kell neki hozni amúgy. Valami virágot kell neki szedni valahonnan, és akkor annak kurvára örülni fog. Ő is ilyen visszabaradott fiatalember. A pörgő fett csak egy mi tiszta fehér virág. Mashiroi ohana ga miattaranai. Nandato. Az a nyugalom, érted? Atamaga. Nandato. Ite. Sumane. Anta. Nani o itte iru no ka. Ora ni mo wake ga wakaranen da. Tonikaku. Mashiroi ohana o. Megtalálom neked, testvér, ne aggódjál, megtalálom. Mi az, hogy semmit se teszek? Jó, hozok virágot neked, rendbe? Hogy nyaljam ki a pinádot? Így ott fiatal emberek várnak rám ott lent. Várhatsz rám, kedvesem. Posta kocsin, érkezem. Elfelejtettem leülni a Bonfire-hez pihenni, úgyhogy ezt most megtesszük. Picit úgy leszünk ezzel a játékmenettel, mint a Demon Souls-szal. Hogy utazgatunk mindenhova, legyőzünk ilyen kicsi ellenfeleket, akiket tudunk, aztán visszamegyünk a másik régióba legyőzni a többit.
Csak ne felejtsem el, hogy kit, hogy, hol hagytam el. Igen? Azok annyi ilyen cukorkát ad a játék, hogy azt akarja, hogy használjam, érted? Hú, emlékszek arra a láthatatlan majombosszra. Emlékeztek arra? Az kurva jó az a boss. Az ilyen ingyen erő. És az itt van valahol amúgy. Azt hiszem, az a majom csöcsös-pöcsös. És ugye azt hiszem, itt lent valahol a hegyekbe van az a hülye yeti köcsög. Még ne feledkezzünk el a kígyó bosszról se. Van itt bozó fasz meg faszig. Mert mindjárt hozom a fehér virágot, nyugodjál meg testvértem, oké? Okay? Oda nézzetek, miért fogok ugrani? Olyat ugrattam, hogy még túl is ugrattam, bazd meg. Úristen, azt kapta, ha? Akko cukra. Cukra, akko? Aha. Amúgy totálisan egybefolynak a Nioh pályái ezzel nekem. Annyira hasonló a kettő gém. Totálisan összefolynak. Mik vannak itt? Ilyen titkos gabonák. Jó, ezeket majd akkor fogjuk megnézni, mik ezek, amikor nagyon nagy szarba leszünk. Tika fiatal ember, oda néz. Sunyúba kinyírjuk. Hopp! Ez mi ez itten, ez itten? Be kell húzni itt a nagy... Ez egy jelzés, érted? Aha! De ez visszajön. Hát ennek mi értelme van ilyen így? Na mindegy. Mindegy. Oké, okay, induljunk meg felé arra. Azt hiszem ez nem egyedül van ez a fiatal ember, nem? Szivarsz! Szevasz Szivarsz! 100 éve nem láttalak! Szivarsz is eltűnt mostanában. Hopp, oda nézzé! Szia, hopp, Csiviri! Hopp, ott is meg is van önök a kettes szintek. Gyere, Kung Fu Panda! Azt a mindenségét, oda nézzé! Nagyon sok XP-t kapunk, ez nagyon tetszik ez a hely. Az nagyon sok, nagyon sokat, nagyon sokat. Szólocskát. Hát covidos lettem, bakker. Micsoda! Azt a kurva! Hát jobbulást akkor, Szivar testvérszel. De minden rendben? Nem, nem olyan durva, remélem, hogy izé, érted? A migiri! Már megint utálom ezeket a pöcsös, hosszú botos köcsögyeket amúgy. Nézd meg, soha nem tudom megcsinálni ilyenkor. Ez nagyon nagy pöcs fejsz. Nem, egyszerűen nem adja be, mert hiába nyomom meg a B-t. Nem volt egy könnyű ellenfélsz. Ellenfélsz. Képzeld el, Szivarsz, ma máma elgondolkoztam azon a hülye itén. Enshrouded-en. Amúgy Szivarsz annyit megtehetné, hogy a szerveren húzó egy-kettőt a izén. A XP fejlődése, mert már a faszom ki van a Palverdbe.
Itt szeretném ezt így hangsúlyozni picit. Szopat a játék. Hát fogjuk rá, fejpályás, ne lenne, mindegy, milyen bogyót veszek be, nem múlik el. De jóval enyhébb, mint mikor megjelent. Aha. Na, de legalább nem olyan, érted, olyan nagyon-nagyon-nagyon veszélyensz ki. Hát itt pont előmeséltem a többieknek, hogy már 43. szinten vagyok a játékban, de már annyira szopat a game, hogy ezek utolsó szintek már egyszerűen tiszta fölösleges, mert egész térképen föl van fedezve, és arra várok, hogy mikor leszek már 50. És csak úgy tudok fejlődni, hogyha fogom el a Pokémonokat benne. Csak már megtelt a összes. Már kétszer is megtelt az izém. A boxom, az összes férőhelyem, és azt kell csinálni benne, hogy mészárolom le a Pokémonokat, bassz meg, érted? Egymás után mészárolom le, hogy legyen helyem, hogy újra elfogjak a Pokémonokat benne. És így itt, mert már egy Pokémon elfogásért kapok 10 000 XP-t. Az egy dolog. De egy szinthez már lehet kell valami 400 000, hogy fejlődjek. Úgyhogy már fasz ki van vele, hogy 3 órát baszok el arra, hogy egy szintet fejlődök. A 40-es szintig tök jó volt, mert amúgy fejlődtem, csináltam mindent, de most már nagyon idegesítő. Jó, itt nagyon sok csöves kukorica van, szeretném ezt így mondani. Addig ott mi voltak ott a nagy izék. Hello. Jó, ne szurkálódjak. Mobilon? Mobilon kurva drága a bit, ja. Hát mert mobilos alkalmazás. Érted? Még az is levesz pluszba. Ja, talán életemben egyszer vettem a bitet. Én is mobilon, soha többet aztán nem vettem. Úgymond vettem mobilon bitet, csak a beírtam a Google-ba, hogy Twitch bits izé, purchase, meg ilyesmi, érted? És aztán ott vettem meg. És én milyen keveredés van itt, bazd meg. De még azon csodálsz, hogy nem haltam meg. De úgymond a telefonos alkalmazásból nem. Mert az egy szar. Úristen, ki ez a kivégző osztag itt? Ezt nagyon jól lehoztuk. Én emlékszem, amikor ezt először játszottam, itt ilyen 85-ször meghaltam, mert ezek pösfejszek amúgy. Itt ilyen nagy buddhista üzék, papszok, akik ilyen nagy üzékkel rendelkeznek, érted? Egyszer hozzányúlnak és elcsepöksz rögtön. De itt most mindenkit kivégeztünk, nagyon szexuális az. Én még sosem néztem, most szembesültem ezzel először. Mert nekem is volt olyan, hogy például munkában voltam, már jó rég volt, de hogy melóban voltam és mit tudom én, Jubi streamet vagy nem tudom, általában neki szoktam bitelni, és akkor vettem, szóval is úgy szoktam, hogy beírtam a Google-be, és akkor ott vettem meg, nem telefonon keresztül, úgyhogy nem voltam számítógép közelbe. És neked iPhone-od van, vagy izé, Android? Mert lehet, hogy még iPhone-on még drágább, vagy azt nem tudom, hogy ott vagy ugyanannyi. Jó, ezeket itt úgy kéne ezeket lemészárulni, ezeket a fiatal embereket, hogy itten... legalább egyet. Android, aha. Igen, van különbség sajnos. Így is drága a bit, bazd meg, mert még a Twitch így is levesz magának nagyon sokat, de aztán tényleg, hogyha még a telefonon alkalmazásból veszi valaki, akkor még jobban megszopassák embert. Nagyon köcsökszök ilyen szempontból, de hát... igen, ez a biznisz. Csitítószer, hack.
Na-na-na! Nekem te itt ne cukorkázz le! Azt a kurva! Jó, benyomta itt a nagy izét, a cukorkákat, érted? Viszlát! Na, hello! Be lehet fejezni. Ezt meghalok most. De ne oda, hülye! Hát vedd már fel! Az anyád pi... Köszönjük a közreműködést! Ez a három ember most lehet, hogy tönkre fog baszni engem idegileg. Mögöttem van valaki? Azt hittem. Jó, fejezd be! Nagyon nagy ninjus kiharcok mennek itt, jó napot kívánok! Hopp, eltűnök, szia! Mondom, eltűnök! Csibiri! Nem tudom ez mire jó amúgy. Ezért a fú, az meg itt bajok vannak. Se pirulám, semmi. Rakapok egy ilyen ninjukit. Nekem Sándor. József Benedek. Jó, nekem itt szia, hello. Viszlát. Zsíros a hajam, meg a faszom is. Veroni. Az is zsíros. Besúszik mindenhol rögtön. A jó zsíros pinába is. Mit szólsz hozzá? Hopp! Oda néz. Pirula, nagyon fasza, úgyis kellett egy élet, köszönöm. Ott is van. Maréknyi, ha... a hamu, azokra elfelkeztem, megdobálom. Jó, kell nekem egy bonfire, jó napot kívánok. Jó, most elfeledkeztek rólam ezek a papok, hogy eddig velem verekedtek fél órán keresztül. Úgyhogy most oda meg és hátba szurizom őket, oké? Megsúnyulunk. Megsúnyulunk itt erdőbe. Az még föl van készülve itt a harcra, az a fiatal ember. És hol a második? Második pöcsös kukorica. Jó, most már elfeledkezett rólam oficiál. Oficiálsz elfeledkezett rólam, ezért most hátba szúrizom, mert ilyen vagyok. Ja, de ez a kis életű. Az meg, hol van a nagy életű? Azt kéne nekem. Na mindegy. Hopp, szia! De még volt egy, nem? Volt egy nokedli fejű tojás palacsinta. Tojásos palacsinta. Valahol itt kell lennie. Eskü nem látom.
kurva jó az a játék, Szivarsz, de szerintem a egyik legnehezebb Souls játék, amit valaha kiadtak, legalábbis számomra. Számomra az. Perik véget, meg itt a mindenféle dolgok véget. Hogy nem lehet úgy játszani ebben a játékban, mint ahogy én szeretek Souls gémeket játszani, és ezért nekem számomra ez a legnehezebb Souls game. Hol van ez a nokerdis palacsinta, baszki? Ellenszereporok itt pörögnek. Csirek, vedd már fel. Úristen, mennyi gabona van itt mindenütten, gabona! Jó, körbenézünk, hogy hol van ez a csöves, kukorica. Valahol lát, beszélgetni, vagy húgyózni, vagy nem tudom, mi a baja. Aha, megvan. Azt hogyan vett onnan észre? Most megint nem látom. Okosan. Okosan jár, tovább ész. Mert én azt szeretem ugye a Souls game-ekbe, hogy én mindig neki szoktam menni ellenfélek, mint egy rakéta. Itt azért azt annyira nem tudod megtenni, mert itt tényleg arra megy, hogy védekezzé, meg megtör neki a stamináját, meg minden ilyesmi. Úgyhogy itt nehéz neki menni, mint a bulldozere embereknek, mert elő fognak megbaszni ők, mint te őket. Ezt nagyon szépen elmondtam. Jó, hol vázanok, Eddi? Hol itt kell lennie, bassz meg? Beleivódik a környezetbe ez a fiatal ember, és nem látom. Ti lássátok, hol van? Innen jöttek a jelek. Lehet, hogy egy picit jobban többet foglalkoznál vele, akkor biztos, hogy menne neked is, csak több ott áll a fiatal embert. Csak valószínűleg több időbe telne kivinni egy játékot, mint nekem például. Tudnék neked mondani olyan embereket, akikről nem hinném el, hogy kivisznek ilyen játékot, de kivisznek. Csak lehet, hogy nem 30 órába telik nekik, hanem 400-ba. Érted? Jó, mindenkit megöltünk. Mindenkit megöltünk most, nagyon szépen megoldottuk ezt úgy, hogy nem haltunk meg, és nem kell ezt újra csinálni, úgyhogy nagyon fiszifaszák vagyunk most mi itten. Azt mondja, hogy itt mi van itt lent? Semmi. Nincs semmi másom a nagy világon, mi minket összetart, újra megtalálom. Nincs semmi másom. Gibi gabi gabona. Nehéz pénzes erszény, úristen, az nagyon jók a pénzes erszények, azok húzhatnák a zsebemet. Na, megindulunk befelé ide épületbe. A épületekbe, most mindenkit kiirtottunk. Nagyon szexuálisan hajtottuk végre ezt a feladatot. Halál nélkül. Az a baj, életem nincsen, hogyha kéne találni bonfire-t, de itt lesz bent. Mondom, bemegyünk. Showtime! Oda nézd, már 3 skill pontunk van, úristen, te megyünk. Hű! Ja! Ninjus. Cukorka. Cukorkák vannak itt mindenütt. Segítség! Bekeményítette a faszát, fiatal embert.
Na jó, van egyenként, ám mi ez itten? Arcába védtek, érted? Na, be lehet fejezni itt a rugdosást. Hol vagyunk? Mi történik? Ja. Véletlenül oda simultam a falhoz. Hát én ilyen simulékony fiatalember vagyok. Hosszabbodnak a nappalok, és rövidek az éjszakák. Én ezer éve meghalok, és várok rád. Hol vagy nagy szerelem? Miért nem vagy ma velem? Odakint összebújik a hó meg a szél, és ránk zuhant az éjjel. Erre gondoltál, Kerca? Jó, most oda sunyogunk most. Oda nézi, hogy sunyogok? Sunyogunk. Legalább egyiket basszuk meg. Jó napot kívánok. Easy. Dika négy skill pontok. Úristen. Ja, a szél az itt nálunk is, Igen, igen. A szél. A szél az ilyen szeles. Szeles szél van. Vegyük fel ezt a csomagot? Oké. Okay. Ez mi a faszom? Bazeg, azt hittem, hogy ez egy szobor. Mi a só, ilyet már egyszer kaptunk, ugye? Jó, már csak ez a fiatal ember van életben? Csöcsösök. Dikasz! A mit? Hát az... A kurva bogaras mindenség, ez neked! Ki neked a... Milyen csöcsös rübetész lett itt? Ki a csöcsös? Ivótök magot adott, bazd meg! Az nagyon jó nekünk. Ja, hogy ennek tényleg csöcsei vannak. Ma látom én is. A kurva anyád. Jó, ez baj. Igen, ezt problémának szoktam nevezni én ezt. De ez megint főkelt ez a csöves kukoricát. Hogyan lehet azt megölni, bazd meg? Ma megint főkelt az a nokeddi képű. Helyezd már be a bogár köpködéseidet! Jó, valószínűleg most itt meg tudunk ögleni. Még megint főkelt. Igen. Jó, elhagyjuk ezt a területet most, viszlát! Mindjárt visszajövünk, megöljük ezt a csövet, csak életet kell szereznünk, érted? Hello, jó napot kívánok! Minden rendben van veled? Átbagoltassuk a pengénket? Jó, akkor nem. Ne, ne, ne! A kurva anyád! És még mindig lebaszott egyet, beszarok! Jó, ezt nem fogjuk tudni megölni most. Hello! Hello!
Nem, soha nem futamodunk meg, csak okosak vagyunk. Hol? Aha! Azt mondja, Krisz, te meg miről beszélsz? Az a kígyó boss lesz biztos. Riskére, öreg asszony. Azt mondta, hogy ha rizs hozok neki, akkor bármikor oda tehetem neki a húst, érted? Jó, azt mondta, hogy ott van lent a élő kígyó, ott a barlangzba. Úgyhogy majd oda át kell ugranunk, körülnézni. Hallod, tesó, mindjárt jövök, jó? Várjál meg. Csak hozok magam egy kis életet. Íh! Azt problémának nevezném. Igen. Ő ottan probléma. Ott van egy boss fönt azon a hídon. Az ott egy probléma. Az a fiatal embers. Jó, itt nagyon kell találnunk egy bonfire-t. Most. Mert ha nem, akkor szopó roller 8000. Pedig biztos, hogy kell edélyét valaminek, mert... Jó, az észrevett ez a söves, az baj. Az baj. Hol vagy a bonfire-ke? Megszereztünk egy ivótök magot. Ugye haza kell mennünk és beszélnünk Emmával, hogy zé. Van egy tököm. És hogy valamit kezdjen bele a tökömmel. Amúgy lehet, hogy pont ebben a épületben lesz bent az utc. Mondjuk az van, az zárva. Jó, itt kettő ilyen csöves kukorica is van, ez baj. Most, hogyha én ezekkel elkezdenék verekedni, akkor az automatikus halál. Úgyhogy azért gondolkozok ennyit, hogy hol lehet a izé, bonfire. Mert ez így nokeddis tészta. Aha. Szia. Jó, lenyugszó. Lenyugszó! Te csöves bánat. Igen, itt idegesítő ellenfelek vannak, én is emlékszek. Csak arra nem emlékszek, hogy hol van itt bonfire. Mert tuti biztos, hogy van. Csak nem tudom, hogy hol. És ezért most nagyon szomorú leszek, hogyha én itt meghalok. Szomorú szamujáj. Azt is... Azt hiszem ott van egy híd, amit nem tudunk átmenni, nem? Ha meg fog kelleni mozdulni valamerre.
De hogy vette észre, te nokedli? Köcsök. Jó, semmi baj. Kipróbáltuk. Ott van egy barlangsz. Abba a barlangsba lehet szerintem felugrani, és az a barlangsz fog fölvinni minket oda a híthoz, és ott lesz bonfire. Ott lesz bonfire! Szevasz trükkös Dávid, szia! Jó, szerintem most megindulunk, mint a talófájás, és megpróbálunk nem meghalni, oké? Okay? Mit szóltok hozzá? Jó napot kívánok! Viszlát! Buzik vagytok! Öcsi! 200 IQ. Ez az! Ez az! Ez ki volt számítva a agyba. Érted? Megláttam a barlangot. Megtudom, felállt a pöcörő. Megpihenünk most. De most visszamegyünk, ne aggódjatok, mindenkit megbaszunk. Érted? Nem hagyhatjunk izéket, szemtanúkat, meg ilyeneket. Na, azt mondja, hogy... képességsz. Megvesszük ezt a Ichimonjit. Bud Spencer! Szevasz, szia, hello, szia, köszi a követést. Köszi. Ichimonji. Odanéz, emelkedő pont. Micsoda. Ezzel megszerezhető az emelkedő pont rejtett képesség. Egy rejtett képesség, ami egy sikeres hárítás után megnöveli a tartásra rejtett... Fú, az nagyon jó cucc. Az Ashina stílus mélyen a forrás vizeiben gyökerezik. Úgy hiszik, hogy sikeres penge elhárítása hasonlít ahhoz, hogy egy pont felemelkedik egy vízesésen. Az, ez igen. Köszi még egyszer, Bud Spencer, köszi. Egy rejtett képesség, ami egy sikeres hárítás után megnöveli a tartáson ejtése, az amúgy nagyon baszó. Úgyhogy ezt meg is vesszük. Ez meg ereszkedő pont. Hát döntsétek már. Egy rejtett képesség, ami hárítás után pár másodpercig megnöveli az ellenség tartása elleni sebzést. Wow. Jó, itt minden skill pontot megveszünk, mert ezzel leszünk erős fiatal emberszek. Mindenkor régen mondták, hogy sok zöldséget kell enni, tudod? Most ez a zöldség és a gyümölcs. Meg a fehérje. Így, mik vannak itt te? A folyóvíz rejtett ki, csökkenti a tartás elleni sérülést, ha egy karddal rendelkező ellenfél támad rád, akár az Ashina klán által ismert folyóvizek, az erőt nem több erővel kell viszonozni, hanem elhárítani, mint a folyóvizeket. Egy sikeres halálcsapással tartást nyerhetsz vissza. Az Ashina stílusnak olyan technikát... Hát ezek nagyon jó cuccok! Bazd meg, itt nagyon sok pont kell nekem. Itt nagy farmolások lesznek stream után. Jó? Mennyi ponton maradt? Sem ennyi, ugye? Nulla. Nulla. És már egy Ichimonjit rakjuk be? Koppintást? Hogyan kell? LBRB. Buti? Ez nem az volt. Hő! A kurva agyád. Aha. Szavasz Froboz, szia, hello. Jó napokat kívárok. Na, most visszamegyünk, és megvágjuk a szájukat azoknak a fiatal emberszeknek. Oké? Okay? Shhh.
Ez egy ninja játék, érted? Muszáj ilyeneket csinálni, sunyiba. Hát ezt elbasztam. Ezt elbasztam. Igen, ezt elbasztam. Micsoda! Ki akartam próbálni Igimonjit rajta, de nincs időm, bajtobad. Jó, ez... Ezek ellenfelek picit komolyak. Úgyhogy itt muszáj lesz ninjáskodni. Bezon pedig jó lett volna a taktika, csak nem adta be az izét. Kongo-Pongo sziget. Jó láthatatlan segély, visszakaptuk az izét, szójainkat, nagyon fasza. Mi fasza? Akkor is megöllek titeket, csöves kukoricák. Na, még egyszer ugyanezt megpróbáljuk meg megoldani. Megvárjuk, amíg a fiatal ember ide lejön, és majd ráugrunk a fejére. Szerintem ilyenkor nem tud, na mindegy, mert ott még van még egy ilyen köcsög amúgy. Ez baj. De miért vettek észre? Viszlát! Észrevettek engemet, szokkodják a mérben. Itt ki a faszim? Itt valaki imádkozik, bazdmeg. Itt valaki nagy imádkozásokban vannak. Itt mi van itt? Ez mi ez? Ez egy árus. Aha. Muti, nézzük meg. Ja, Emmához nem mentünk el, ibótek. Ikanga kange. Muti, mit van? Teikinasali machilibiri chibi. Tárgyak vásárlása. Micsoda? Magnetit hulladék, dudorodó pénzeserszény. Sárkányvércsepp van nálad, Datoya Silva. Jó, olyan cucc most nincs nála, ami nekem kéne. Úgy valami tökök, meg... vagy egy imagyöngy például. Olyan nincs nála, úgyhogy ez most nem érdekel engem ez a NPC. Jó, szia! Aha. Titkos utaks vannak itt, titkos utaks. Oké, akkor ez itt ennyi, csak egy NPC nyugszik, fekszik, alszik. Mehetünk vissza. Jó, hazatérünk Emma nényéhez. Legyen még egy életünk. Azt mondja, utazunk a fontos helyekhez, a tüledező templomok. Még mindjárt nekiállunk a Lady Szopófantomnak, srácok. Úgyhogy az mindjárt következik egy jó nagy kis boss fight. Jó nagy kis boss fight, ezt jól megmondtam. Úgyhogy egy picit még erősödni próbálok, és aztán megyünk Lady Szopófantomot megbaszni. Jó napot kívánok, Emma néni! Hát nagyon jól ennek szobráztak. A szobrász is covidos lett, de kigyógyítottak. A szaké. Egy üveg az a szaké, amit Emma adott át. A szaké olyan ital, amin érdemes osztozni. Igen, ezt olvast. Azt mondja, mi ez? Nem tudja, mi az a szaké.
開機祝いに良いでしょう。hoztam neked tököket, Emma. Mit szólsz hozzá? Jóku májrare mashita. Add át az ivótök magot. Tessék. Úristen. Nagyon fiszifasza. Deva. Viszlát. Jó, nézzük meg, hogy öt életünk-e van. Ott is van. De nagyon faszán öt ivótökszünk van nekünk. Jó, odaadjuk a szakét ennek a bolondnak. Jó napot kívánok. Hoztam teát. Azaz. Szóka. Szóka. Itt van-e? Nesze. Jó, hogy nekem kettő is van. Csoda. Umaszó nagy. Jó, mit adsz érte? Nem voltam ingyen. Hello, szia. Információt ez. Dolgen. Kidai no ksushi datta. Soshite karakuri ni mo akarui. Ie. Karakuri baka no iki ka. Chito fuzaketa yatsu da ga washi no onjin yo. Omae san no onjin demo aru zo. Dou iu koto da? Ude o ushinatta washi ni dougen ga tsukutte kureta. Ima wa omae san no hidari ude ni aru soitsu o na. Amúgy ennyire... Bocsi. Ennyire sztorit, amúgy még egyik Souls játékban se lehet nagyon megfigyelni, nem? Lábbis a Dark Souls-ban biztos nem. De itt elég sokat beszélnek NPC-k. Shinobi no kiba to yoberu shiromono to natta. Iwaba shinobi gishu wa dougen no wasuregatami je. Wasuregatami. Zeibun to tatsu. Na, itt már meg azt a szakétét szeres. Shinobi suteta washi je ga. Sore dake wa. Mi lesz még, hogyha odaadom neki a másikat is? Akkor aztán már itt fog pörögni nekem, érted? Nesze, itt van ez is. Há persze, hogy nem bánja, érted? Rögtön azt mondja, jó van, itt van, és megiszom, hát érted, hogy már hoztad ajándék, hát ez muszáj elfogadni. Ez picit szarabb, mert finomítatlan. Azt mondja, átkozott túl jó, hát akkor minden rendben van. De semmi utalom. Eddig adtam neked 2000 szakét, a semmi. その左腕か。この先を好きなお方に切り落とされたのじゃ。それは一心様よ。何故一心様が。様が。 Annyira szeretem, hogy a japának beszélnek, hogy ezt nem tudom elmondani. Kurva jó. Ha lenne nagyon sok pénzem, valószínűleg tudja, hogy kiköltöznék Japánba. Igen, na stíl. Nomare kaketa washi no tame ni na. Nani ni nomare kaketa no da? Shura. Valószínűleg a nyelvet soha nem tudnál megtanulni rendesen, de az megpróbálkoznák vele. Összeszedném magamnak ilyen izé. Japánszki menyecskét, érted? Google fordítóval beszélgetnénk, azért tók egy pár szavat. Animékből mondaná neki, hogy arigato,
ezért cupálkodás után értem, mondanám, hogy arigato. Very good. Itatakimasu, mondanám, hogy jó étvágyot. Előtte, érted? Vagy itatakimasu, meg ilyenek. Karakuri zutsu na shikomarete ireba sugu tsukaesou na. Oké, szia. Na. Visszautazunk Kongo-Bongo szigetre. Amúgy valószínűleg hogyan vagyunk? A híret a birtok. Ugye ez a múlt. Itt van a Lady Butterfly szopó fantomunk, ezt meg kell ölnünk. Elhagyatott Kazamata, a Sina kastély. Lehet, hogy itt kéne amúgy tovább haladni. Mielőtt. Mert ez úgymond, ez mint hogyha tovább lenne a sztoriba. Értitek? Nem biztos, hogy ez a erő sorrendet mutassa. De én mindig úgy szoktam játszani, hogy az erő sorrendet mutassa mindenféle Dark Souls-okban is, ahogy folyamatosan vannak a helyek. De még valamit megnézzük a Kongo hegyen. Kíváncsi vagyok, hogy itteni boss fightra, kis boss fightra, mert itt lesz a hídon egy pöcsös, egy ilyen lovag. Úgyhogy erre kíváncsi vagyok. Itt azért is érdemes mindenkit megölni, és azért fogok még visszamenni megölni azokat a csöveseket. Mert akárki adhat ima gyöngyöt, érted? Ilyen nehezebb ellenfél. Amire nagyon szükségünk van. Na hát, de halljál már meg! Na nokedli. Nem talált. Még egyszer. De micsoda? Basszad már fejbe. Hát ezt nem hiszem el. Akkor is kipróbálom ezt a hülye támadásomat. Bassz meg. Na, azért. Nagyon jó ez a támadás, csak el kell vele találni valakit. Elég sokáig tart. Azok annyi ilyen cukorkám, majd lassan cukorkás üzletet tudok nyitni. Aha, ez itt egy bohlang. És mi van itt bent? Jó napot! Nyit Max hívó! Pálinkásan hiperzexuális hétfői szép napot mindenkinek! Na meg hello, így van, szia hello! Nyit Max, Nyit Maxok. Micsoda! Fejezd be! Ja! Valószínűleg picit gyöngék vagyunk ehhez a területhez. Meg kell backadnunk egy pár boss-t előtte, mielőtt idejövünk. Elég erősek ezek a fiatal embercek. Hozzánk képest.
De haladjunk itt, most már az meg 5 életet elnyomtam a semmire. Aha, oda valószínűleg át tudnék ugrani, csak most nem merek. Úgy kell lenni egy bombfejőrnek, ha minden igaz. A bombfejőrsz ki mindenütt. Itt lesz a fehér virág a pöcsösnek. Nézzük meg. Hopp, a vörös és fehér szélkerék. Ezt kell odaadni az ének. Annak a csöcsösnek, Letti szerint. Szogi! Szevasz, Szogi kám! Szia, hello, szia! Ott van fönt. Oda néz. De ez egy másik pályarész amúgy. Valami van ezzel a haranggal. Nem tudom mi pontosan, de most nem tudom, hogy azt meg-e szabad kongatni ezt a harangot. És nem vagyok benne biztos. De ott van bonfire, csak az nem jó helyen van. Az nem jó helyen van. Ta-na-na-na-na. És ide nem megyünk be, mert itt megbasznak. Abban a pillanatban jön a boss. És ott van lent csak a izé. A bonfire ott lent. Olyan messze. Baszd meg, pedig totál azt hittem, hogy itt van. Az a bajsz. Pedig egyszer ki akarom próbálni, hogy hogy bírom ellene. Csak nulla életem van. Vagy itt nincsen valahol titox? Titox bonfire itt, mint a titózokni. Mi a nagy helyzi-mejzi? Last Epoch behúzva, Szivar testvérsz is jelentkezett már a közös játékra, ha jól vettem ki a szavaiból. De hogy van behúzva a Last Epoch? Mi az anyám, bú? A Last Epoch. Még a izét kell megvennem először. Azt a Enshrouded, vagy mi az? Mindig elfájtam a címit. A címszeket. Tomb Raider. Milyen Tomb Raider? Pöhenjünk meg. Ja, felújított? Szerencsére az engem annyira nem mozdít meg. A Tomb Raider-t. Jó, nézzük meg ezt a posztit most fent. Jó lenne egy imagyöngyöt kapni érte. Jó, hagyjál békén most. Tüsszenteni fogok. Csak szeretném ezt így kihangsúlyozni, hogy tüsszenteni fogok. Vagy nem? Itt amúgy ki lehet baszni a csövesse, és valahogy le lehet rúgni.